Copa. Azért, hogy
Eljött az idő, amikor megkérnék a legközelebbi felszólalókat, hogy jelenjenek meg a színpadnál, a stage-nél, legyenek szívesek. Köszönöm.
Szeretnék egy olyan tesztet, hogy hátulról tudtok valami jelzést adni, hogy hallatszik-e? Köszönjük szépen! Itt a Sikló felső végállomásánál van a színpad, erre felé gyertek! Még nem érkezett meg az összes felszólaló, mert olyan nagy a tömeg, hogy nem tudnak átjönni. Életemben nem gondoltam volna, hogy ilyen zászlók vannak egymás mellett. Hihetetlen egyébként. Ez valami szuper, komolyan. Fotósokat felengedtük, hogy fotót készítsenek, mert ez tényleg nagyon különleges látvány innen. Mondja a karácsonyi köszöntőt! Csodálatos, hogy ennyien vagyunk, és még várni kell, hogy a véget fölérjen. Minusz 8 fokban. Megkérnék mindenkit, hogy segítsenek egy kicsit nekünk a több ezer ember vár a Sándor Palota előtt, hogy jöjjenek erre, hogyha tudjátok, szóljatok nekik, légy szíves. A Sikló felé jöjjenek, a Turul felé jöjjenek, itt van a színpad. Mindenkit kérünk a Sándor Palota előtt, jöjjön ide. És őrizze meg mindenki az erőszakmentességét, pláne a Palota előtt. Szóljatok nekik, hogy jöjjenek ide. Gyertek ide! Akkor jó? Remek, kérünk mindenkitől, hogy hátul még rengetegen jönnek. Kérünk mindenkitől, aki meg hátul van, szóljon maga mögé, hogy jöjjenek előre. A Sándor Palotánál még sokan vannak, ők is jönnek ide. Türelmet kérünk tőletek. Vártunk eleget, most még egy kicsit kibírjuk. Elegünk van! Kérjük a
sajnálatokat, most még föl legyen a színpadra fényképezni. Gyertek át a túlsó oldalára, itt a sikló lejáróra, próbáljátok meg eltűnni, mert röviden úton le tudunk menni, és itt nincs jönnek. Jön a Jézuska! Itt van a színpad, itt állunk a színpad, nagyon jó dolog. Itt nagyon ritkán, át fogunk tudni jönni, jó? Itt vagyunk Zolival. Pillanatra figyelmet kérek! Zászlókon túl legyen. Kérem, egy pillanatra figyeljetek! Ennek a rendezvénynek én vagyok az egyszemélyes felelős ebben a pillanatban, én jelentettem a rendezvényt. Nagyon kérek mindenkit! Nagyon kérek mindenkit! Legyünk békések! Bármi kárt okoztok! Bármi kárt okoztok! Azt a kárt nekem okozzátok személyesen! Azt kérem tőletek! Azt kérem tőletek! Legyetek meg egy kicsit türelemmel! Egy óra lesz körülbelül, ameddig itt lemegy ez a műsor. Meg fognak szólalni mindazok a cikkek, és mindazok a váltok képviselői, akik most részt vettek abban a folyamatban, aminek az eredményeképpen most itt ennyien vagyunk. Mindenkinek elege van. 8 éve várunk. Most néhány órát neki fogunk bírni. A téli napforduló ideje van. Ma van a legsötétebb éjszaka. Holnaptól napról napra világosabb lesz. Reméljük, perceken belül ide fog érni a tömeg vége, és el fogjuk tudni kezdeni ezt a műsort. Figyelmet kérek mindenkitől! Sokkal-sokkal többen vagyunk, mint gondoltuk volna. De nagyon hatékony módszer. És most körülnézek, hogy hogy állunk, hogy megkezdhetjük-e a műsort. Ki is próbáltuk rögtön ezt a emberi mikrofont, lassan, tagoltan a bajszos szart. Igen. Mondjuk tovább. Bajszos szart! 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 Tökéletes! Bajszos szart! 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 Szar Jankó! Még mindig ott tartunk, hogy a tömeg hátsó részében van, sajnos ennyi történik itt. És szeretnénk, hogy hátul a sándorpalota előtt nem történne semmi olyan,
ami bármennyinek, bárkinek, köztük nekem, kárt okoz. Kérlek, segítsetek be abban, hogy a tömeg hátsó része értesüljön arról, hogy mi történik itt elől. Szeretnénk elkezdeni a műsort. Oké. Okay. Technikai jellegű információ, ezt elkérjük, hogy jöjjön ide a papírja. Nekünk is elegünk van, és egy pillanat türelmet kérünk még. Sokkal nehezebb megoldani ezt a helyzetet ennyi emberrel. Sok mindent reméltünk, de arra nem gondoltunk. Azt mondom, hogy melegünk itt van! Is gondolhatatok erre, hogy ennyire rengetegen jövünk össze. Melegünk van! Nagyon-nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ennyien vagyunk. Ennek sokkal erősebb üzenete van, mint a bármilyen fajta nem erősebb. Macska Jancsi! És üzenhetjük együtt a miniszterelnök úrnak, hogy boldog karácsony! 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 Gyere ki! Gyere ki! Gyere ki! Gyere ki! Gyere ki! Menjünk be! Gyere ki! Menjünk be! Hát hivatalosan megnyitjuk. Akkor úgy kis Géza vagy a Doktorok közösségtől, és szeretném bemutatni Galgóczi Pétert, aki elmond egy nagyon-nagyon fontos közleményt. Bajszoccal! Sziasztok! Remélem, hogy hallotok hátul, és elképesztő az, hogy ennyien vagyunk, és álmunkban sem számítottunk rá, és ezért kellett ennyit várni, és köszönjük, hogy vártatok. De azt szeretnénk, hogy mindenki hallja azt az üzenetet, amit már ebben az egy órában szeretnénk átadni. És tényleg az egy érdekes szimbólum, hogy ma van a legsötétebb nap, és végre kivilágosodik, és ezért tüntetünk 10 napja az egész országban, hóban, fagyban, elképesztően. Nagyon rég nem történt ilyen ebben az országban. És természetesen azért vagyunk itt, mert Áder János aláírta azt a 2 gyalázatos törvény, a rabszolgatörvény és a közigazgatási bíróságok törvényét. De ezt nem adjuk! Nem fogadjuk el! Bajszoccal! 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 Mert az otthonápoltaknak a szülő ott marad, és a család fenntartó éjjel-nappal dolgozik, és emiatt akár széthullhatnak is a családok. És nekem eszembe jut az, hogy a héten Kovács Zoltán, a volt kormányszóvivő, azt mondta, hogy a tüntetők nem magyarok, hanem celeb aktivisták. Kettő! 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 Hol vagy tetű? Hol vagy tetű? Hol vagy tetű? De magyarok is vagyunk, és nem tűrjük ezt a megosztást, amit 8 éve a kormány művel. Hol vagy, gyerekünk? Ide! Együtt vagyunk! Együtt vagyunk! Együtt vagyunk!
Együtt! 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 Hallgassuk meg Donát Annát, a Momentum elnök. Együtt vagyunk! És azért vagytok most itt két nappal az ünnepök előtt, mert picit számot is vessünk arra, hogy mi minden történt az elmúlt napokban. Azon, hogy van miről beszélnünk, és lesz miről beszélnünk karácsonykor az asztalok mellett. Ugyanis, ami eddig történt, a siker. Akárki, akármit mond, közös sikereink vannak. Közös sikerünk, hogy ez az ellenállás, ez nem csak egy tüntetéssorozat, ez az ellenállás, ez egészen az ország határokig elment, ez nem egy budapesti ügy. Egészen Szombathelytől Egerig, Pécstől Nyíregyházáig tüntetnek nap mint nap az emberek. Ébresztő! 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 Ilyet nagyon régen nem látott ez az ország, sőt a kormány talán soha nem látott még a magyar. Ébredj magyar! Ébredj magyar! Ébredj magyar! Ébredj magyar! Hogy ez az ellenállás nem állt meg az ország határoknál. Európa szerte együtt hangoztatják az öt pontot. Azok a magyarok, akinek el kellett vándorolniuk ebből az országból. Hatalmas tapsot nekik, mert rengetegen már itt vannak karácsony miatt között. Ébredj magyar! Ébredj magyar! Ébredj magyar! Közösségünk az is, hogy Magyarország egy emberként zengi a követeléseinket. Még akkor is, hogyha a közmédiának csúfolt propagandagépezet nem hajlandó erről beszámolni. Tudjátok, mondja meg ezt Ádár maga is. Mondjátok utána, követeljük! Követeljük! A rabszolgatörvény eltörlését! A rabszolgatörvény eltörlését! Követeljük! Követeljük! A rendőri túlórák csökkentését! A rendőri túlórák csökkentését! Követeljük! Követeljük! A közigazgatási bíróságok megszüntetését! A közigazgatási bíróságok megszüntetését! Követeljük! Követeljük! Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez! Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez! És követeljük! És követeljük! A független közmédiát! A független közmédiát! Ébredj magyar! Ébredj magyar! Ébredj magyar! Közösségi kovácsolottunk, hogy nap mint nap összemosolygunk egy-egy havas autó fölött, amikor látjuk az O1-gét, amikor este összetalálkozunk a tüntetéseken. Igen, mert összekovácsolod ez a közösség, mert megszerveztük magunkat. Ébredj magyar! Ébredj magyar! Tehát ne hagyjátok a hazugságok terjedését. Terjesztétek karácsonykor is a család, a rokonok, a barátok között. Beszéljetek róla. Mi mit fogunk tenni? Nem állunk meg se karácsonykor, se a két ünnep között. Több mint 100 000 háztartásba el fogjuk vinni az öt pontot. Csináljátok ti is ezt! Készüljetek, mert 2019 az ellenállás éve lesz! Tartsatok velünk január 5-én, mert ami most elkezdődött, az nem a véges, csak a kezdet! 2019 az ellenállás éve! Ébredj magyar!
Egyáltalán a Strike-ot! Kérem Bárány Balázs elnökségi tagot az MSZP-ből, hogy tegye meg a közös hozzászólását a tömegnek. Amikor az FHTV-ben beolvastam az öt pontunkat, akkor azt hiszem, hogy egyet elfelejtettem. Áder, takarodj! Áder, takarodj! Tudjátok, hogy mit mondanak ránk? Takarodj! Azt mondják, hogy Soros Bérencek vagyunk! Azt mondják, hogy törőzúzó, szar, lumpen proletárok vagyunk! Pedig nekünk csak elegünk van! Elegünk van! Kivénhek despota el akarja venni a hazánkat, el akarja venni a jövőnket, el akarja zavarni a generációinkat, el akarja zavarni a barátainkat. Felcsúti szar nevében az S betű, az nem dísznek van ott. Az azt jelenti, hogy szocialista. És én büszke szocialistaként a tőkésekkel szemben mindig a munkások oldalán fogok állni. 100 évvel ezelőtt közösen kiharcoltuk, hogy a munkások ne rabszolgák legyenek. Nem fogjuk hagyni, hogy azért, mert az Orbán maffia lepaktált a nyugat-európai nagytőkével és multival, ezt az egészet visszacsinálja. Tanultunk az elmúlt 8 évből, és tanultunk az elmúlt 2 hétből is. Értjük, mit szeretnétek. Változunk. Ha kell, elfoglaljuk az üléstermet. Ha kell, kimegyünk az utcára. Ha kell, bemegyünk a tévébe, akkor is, hogyha nem akarják. Ha kell, köztetek vonulunk a 100. sorba. És ha kell, akkor veletek a legelső sorban. Új ellenzék született! Hogy mostantól így fog kinézni az ellenzéki politizálás. Mi vagyunk az új ellenzék. Parlamenti pártok, parlamenten kívüli pártok, szakszervezetek, diákok, melósok, tanárok, kismamák és nagymamák, és mindenki, akinek elege van abból, hogy szarba se vesznek minket a saját hazánkban. A méltóságotokért, és ne felejtsétek, januárban folytatjuk!